Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Eltűnhet a kőr is a városokból. A megváltozó zöld felületekről tanácskoztak a gyulai konferencián. Emelkedik a vírus koncentráció. Békés Csabán az országosnál egyenlőre kedvezőbb a helyzet. Tehetségbarát tanítás a Baiban. Megerősítenék a természettudományos képzést a gyulavári iskolában. Minden szenteki mécses gyújtás. A gyulai Szentháromság temető is csatlakozott az országos eseményhez. Eltűnhet a kőr is a következő években a városokból. Erről is szó esett azon az országos roadshow-n, melynek ezúttal Gyula volt az állomása. A szakemberek a jövőben olyan növényeket próbálnak telepíteni, melyek bírják a megváltozott éghajlatot. Ez a nap híre. Gazdálkodjunk okosan zöld felületeinkkel címmel rendezett konferenciát Gyulán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A két évvel ezelőtt elindított országos roadshow 5. állomása volt a Fürdőváros. Az esemény azzal a céllal jött létre, hogy élhető zöld városok alakuljanak ki a jövőben. A rendezvény sorozata faiskolák, a zöld felület gazdálkodásban résztvevők, valamint a települési önkormányzatok együttműködését is segíti. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy városunkban és a gyulai polgárok körében már legalább 150 éves hagyománya van a zöld gondolatnak, a környezetudatos gondolkodásnak, ezért elődeink példáját kell követni. Amikor a város zöld felületeit növeljük, amikor fejlesztjük, amikor megújítjuk, és azt kell mondjam, hogy a hozzánk látogató vendégek egységes véleménye szerint meglehetősen sikeresek ebben a gyulai szakemberek, sikeresek a gyulai polgárok ebben a törekvésükben. A zöld felületi fejlesztések, beruházások fontos részei a dísznövények, melyekkel a zöld felületek élő struktúrája kialakítható, és az ember által szimbiózisban működtethető. A dísznövények ma már haszonnövényként funkcionálnak, így ilyen szerepet töltenek be a városokban. A keddi gyulai rendezvényen több előadást hallhattak a résztvevők, mely a mindennapi munkavégzéshez is hasznos segítségű szolgált. Szászné Várkonyi Adrien főkertész és Bányai György a közüzem üzemvezető helyettese a zöld területfejlesztés aktuális kérdéseit vette górcső alá. Muszáj, hogy a munkánkról adott esetben tájékoztatásokat adjunk. Konkrét esetre például ilyenekre gondolok, hogy fák gajazása, vagy útfelbontás tevékenységünk miatt. Tehát, hogy szükséges, hogy a lakók, az itt lakók tájékozódjanak és információkat kapjanak arról, hogy esetleg adott esetben milyen útvonalat ne használjanak, vagy kerüljenek el, hogyha A-ból B-be akarnak eljutni a városba. Az eseményen Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke kiemelte, a díszkertágazat a leglátványosabb a városokban, környezetünkben, melyet muszáj szakavatott kezekre bízni. Ez a terület, a díszkertágazat egy kicsit közbűső helyet foglal el, nem kimondottan az agrárágazat része, bár nominálisan oda tartozik, de a városfejlesztés, az építőipar, a gazdaság, tehát ez egy olyan határeset, amely mindenképp menedzserésre szorul, ráadásul rendkívül nehéz körülmények között lehet előre haladni, nagyon kézimunkaigényes terület, hát gépesítési fok az nem igazán éri el azt a szintet, ami a klasszikus agrárágazatban, és ugyanakkor a jól képzett szakemberek nélkülözhetetlenek lennének, és itt is van még tennivaló. A keddi gyulai eseményen a zöld felületgazdálkodás újabb kihívásairól is szó volt. Lukács Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara díszkertész alosztály vezetője, a Magyar Faápolók Egyesületének elnöke előadásában hangsúlyozta, napjainkban az éghajlatváltozás, valamint a lakosság igénye a két legnagyobb kihívás. Az éghajlatváltozás egyrészt nagyon nehézzé teszi a városban növényhasználatot, rengeteg olyan növényfa van, amelyik ezt az éghajlatot már nem bírja, tehát a határán volt. És keresnünk kell olyan új fajokat, fajtákat, amelyek ezt az éghajlatot bírják, ami megváltozott az utóbbi időben. Ez az egyik nagy kihívás a városi kertészkedésnek. Röviden összefoglalva, az élet alapjai vagy a biológiai alapok, erre kell megtalálni a választ, hogy milyen olyan fajokat lehet majd
sikerrel telepíteni, amik 20-30 év múlva is még jól fogják bírni. Nem egyszerű. Elhangzott a Gingó. A kínai páfrányfenyő bírja a lehető legjobban a jelenlegi városi körülményeket. Ennek az a baja, hogy lassú, 30-40 év a növekedése. A másik ilyen növény az ostorfa, amelynek a hosszan lelógó ágrendszere, valamint a nem egyenesen növő törzse lehet a probléma. Az évek során több ismert fafaj eltűnhet a városokból. Sajnos el fog tűnni a kőr is, nagy valószínűséggel. És az a baj, hogy egy 10-15 éve nagy reménnyel rengeteg kőrist ültettünk. Amit én nagyon féltek, az egy világszám, a gömbkőr is, a Fraxinus ornus mecsek nevű fajta. Amit nagyon féltek, mert hogyha a kőrisek alól kirúgja a sámlit ez az új megváltozott környezet, és hogyha a mecsek alól is kirúgja a sámlit, akkor nem fog maradni olyan alacsony kisgömbkoronát nevelő fa, amit a vezeték alá is be lehet ültetni, és a forgalmas utak mellé is lehet ültetni. Az eseményen többek között szó volt még az elektromos légvezetékek alatti fák gajazásának problémáiról, valamint a faiskolai termesztésről a zöld felület gazdálkodásban. Az ország több pontján is markánsan emelkedik a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja. Békés Csabán egyelőre kedvezőbb a helyzet. A szennyvíz minták koronavírus koncentrációja az előző hetek lassú ütemű növekedéséhez képest erőteljes emelkedést mutatott Budapesten, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron és Tatabányán, valamint a Budapest környéki agglomerációban. Csökkenés egyedül Miskolcon volt tapasztalható. A vizsgált települések közel felében már emelkedett koronavírus koncentrációt mértek a 42. héten. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása alapján Békés Csabán a koncentráció mérsékelt, a tendencia pedig stagnál. Tehetségbarát tanítási módszerekről szóló képzésen vehettek részt a gyulavári Bayi iskola tanárai. Az eseményen elhangzott, az intézmény a jövőben a névadó szellemiségéhez igazodva fogja erősíteni a természettudományos tantárgyakat. 10 legó csomagot adott át a napokban Teleki Szávai Krisztina tankerületi igazgató a gyulavári Bayi iskola kollektívájának. Az esemény fontos állomása volt annak a folyamatnak, mely révén az intézmény hol kisebb, hol nagyobb mértékben, de évek óta fejlődik. Teleki Szávai Krisztina hangsúlyozta, az önkormányzat és a tankerület számos fejlesztéssel erősítette már az itt folyó munkát. Állami, önkormányzati és uniós forrásból az elkövetkező években és a jelenben is a digitális eszközparkot szélesítjük az intézményben, így a pedagógusok munkáját laptopok segítik, interaktív kijelzők, projektorok, tanulói tabletek érkeztek az intézménybe. A mai alkalommal pedig 10 darab Lego csomag kerül átadásra, ami segíti az intézményben a nevelés-oktatás folyamatát, a tanulás tanítás folyamatát, elsősorban a természettudományos tantárgyak területén, a matematika, az informatika területén. Az iskola pedagógusai ugyanezen alkalommal egy tehetségbarát tanítási módszerekről szóló képzésen vehettek részt. Ez a program módszertani és szakmai segítséget jelent a 2 év múlva esedékes tehetségpont akkreditációhoz. Mindennek az alapja az a szemlélet, tehát először arról lenne egy kicsit szó, hogy milyen szemlélettel tesszük mindezt, és hát ami mindenképpen összefoglalóan igaz az összes ilyen módszerre, hogy ezek ilyen élményszerű módszerek, aktív cselekvést kívánó módszerek, tehát nem annyira ez a passzív befogadás, mert hogy a gyerekeknek is ez egyre kevésbé működik, és hogy ennek milyen szervezési lehetőségei vannak, milyen konkrét példák vannak arra, milyen konkrét módszerek, illetve hogy magukkal pedagógusok is mozgósítsák saját magukban ezekben a kreatív energiákat, mert abból tudnak új ötletek fakadni, és ők ismerik végül is azt a csoportot, akikkel dolgoznak. Tehát ők tudják legjobban kiválasztani azt, hogy annak a csoportnak éppen mi passzol, meg a saját személyiségükhöz mi passzol. A Bayi iskolában új irányvonalat jelent a természettudományos képzés erősítése és a tehetségponttá válás. Szeretnénk szakköröket biztosítani, szeretnénk tehetséggondozó foglalkozásokat indítani, és ezt felmenő rendszerben az intézményben. Jelenleg most első osztályban, de ebben az évben már a 4. évfolyamosokat szeretnénk egy matalent méréssel megmérni, és ez alapján jövőre már 5. osztálytól felmenő rendszerben tudnánk természettudományos szakköröket kiosztani a kollégáknak, és ide beválogatni a tehetséges gyermekeket.
gyermekeket, eljutatni őket versenyekre. Az iskolában hosszabb távon azt is szeretnék elérni, hogy Bai Zoltánhoz kapcsolódóan versenyeket rendezzenek előbb városi, körzeti, majd országos szintre kiterjesztve. Minden szenteki mécses gyújtást tartanak Gyulán a Szent Háromság temetőben. Az eseményhez országszerte több város is csatlakozott. November 1-én minden szentek ünnepén közös gyertyagyújtást tartanak a gyulai Szent Háromság temetőben. Az eseményt a Magyar Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete szervezi. November 1-én 16 órakor itt Gyulát egyedül a Szent Háromság temetőt érinti. Gyertyagyújtással emlékezzünk szeretteinkre. Ez azt jelenti, hogy országosan, mindjárt elmondom, hogy hol lesznek ez még a helyiségeket is, több helyen fogjuk a gyertyagyújtást egy időpontban megkezdeni. Nyilvánvaló, hogy ehhez az Egyesületünk biztosítja a gyertyát. Egy kereszt alakzatban lehet majd letenni és meggyújtani a mécsest. Fel vannak sorolva azok a helyiségek, mint Budapest, Gyula, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kecskemét, Mindszent, Mórahalom, Nagyvenyém, Oroszlány, Ruzsa, Szekszárd, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely. Egyelőre ezeken a helyeken történik meg ez. Dorogi János elmondta, céljaik között szerepel, hogy Gyulán és más városokban is minél több temető csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez. Két helyszínen emlékeztek Gyulán az 1956-os eseményekre. Rövid hírek következnek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést szombat délelőtt a gyulavári kopjafánál. Az eseményen Bohus Márta, a Bai Zoltán általános iskola intézmény vezetője beszédében megemlékezett az 1956-os forradalom áldozatairól. Kiemelte, történelmünk bőven kínál példát, követésre méltó üzeneteket. Gyulán Nátházi János, gyulaváriban pedig Petrás János és Molnár Mihály irányította a forradalmi bizottság munkáját. A vezetők összefogásra, helytállásra és munkára szólították fel a lakosságot. Gyulára december 17-én gördültek be a tankok, két fiatal, a 20 éves Mány Erzsébet és a 26 éves Farkas Mihály, a gyulavári fiatalok egy csoportjával fegyvert szereztek a laktanyából, és a híd gyulavári oldalán állást készítettek, hogy megvédjék a települést. A forradalom bukása után a megtorlás részeként 1957. február 2-án a Békéscsabai Kazinci utcai laktanya udvarán kivégezték Mány Erzsébetet és Farkas Mihályt. Téldre kényszerített, többszörösen kifosztott, becsapott még, felmert állni. A beszédet követően a Bai Zoltán általános iskola növendékeinek műsora, majd a kopjafa koszorúzása zárta a gyulavári eseményeket. A megemlékezés az október 23-a téren folytatódott. Az eseményen emlékbeszédet tartott Fodor György, az Erkel Ferenc gimnázium tanára. Kiemelte, Gyula azért is különleges hely, mert itt minden évben a még élő, egykori 56-os veteránokkal és családtagjaikkal együtt, leszármazottaik társaságában ünnepelhetjük a forradalom és szabadságharc évfordulóját. Szabadság a legtöbb, amit adhat önmagának egy nép. Az eseményen közreműködött Dániel Fizsolt színművész. Most kell állj, vagy most kell élj, most kell gyűlölj, vagy most kell félj. Valamint Kalapács József, Rudán Joe és Ódor Cynthia. A műsort követően a megjelentek megkoszorúzták az 56-os emlékművet. Két vagy három nagy dobozni felszerelés került minden járásba. Hétfő reggel a Békéscsabai AB Expo területén adták át a kormányhivatal szakemberei a 9 megyei járás egy-egy munkatársának a koronavírus járvány elleni védekezés jegyében érkezett új eszközöket.
Békés megyében is a járvány negyedik hulláma zajlik. Sárosi Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy az utóbbi időszakban egyre több a beteg. Pénteken jelentette be a Békés megyei központi kórház, hogy a koronavírus járvány negyedik hullámának betegszám emelkedése ismét szükségessé tette a betegutak átszervezését. Szombat reggeltől a kórház teljes ellátási területéhez tartozó, baleseti sebészeti ellátást igénylő beteget Békés Csabára szállítja a mentőszolgálat. Az idegsebészeti fekvőbetegellátás október 23-ától Békés Csabán működik. A stroke rehabilitációs osztályon fekvő betegeket a reumatológiai osztályra helyezik át. Jövő júliusban indul el a termelés a gyulai Airbus gyárban. A Magyar Távirati Irodának Andreas Stöckle ügyvezető igazgató azt mondta, az üzem teljes kapacitással valószínűleg 4-5 év múlva működik majd. A szerződés szerint 2022. július 17-én el kell kezdeniük a termelést. Ezt először 10 gépen teszik majd meg, amihez körülbelül 15 szakképzett munkásra lesz szükségük. Újabb gépek majd jövő szeptemberben, harmadik körben pedig 2023 elején érkeznek. Így felfutó rendszerben várhatóan 4-5 év alatt érik el a teljes kapacitást, akkorra 200-250 munkavállalót terveznek alkalmazni. Interaktív élménynapot tartottak pénteken gyerekeknek a Tiszta Út Alapítvány szervezésében. Az esemény elsődleges célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A gyerekek ezekhez a témákhoz kapcsolódó foglalkozásokon vehettek részt. Korábban kiírtak a gyulai tankerületi központ iskolái számára egy pályázatot, amelynek az volt a lényege, hogy a gyerekeknek egy tervet kellett készíteniük, hogy mivel tennék környezetbarátabbá az iskola udvarukat. Ennek a programnak az eredményhirdetése is ezen a napon volt. A programot az Alma Együttes koncertje zárta. Október 18-a és 24-e között összesen 22 járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök ittas vezetés miatt. Közülük 11-en gépi meghajtású járművet vezettek. Két autós balesetet is szenvedett. A múlt héten olyan férfivel szemben is intézkedtek, aki munkaadója traktorját vezette ittasan, a rábízott feladatot végezte úgy, hogy előtte alkoholt ivott. Emellett előállítottak egy olyan férfit is, akinek jogosítványa sincs, mégis volán mögé ült, ráadásul ittasan. A rendőrök arra hívták fel a figyelmet, hogy az ittasan vezetők nem csak maguknak okozhatnak sérülést, hanem a többi közlekedőt is veszélyeztetik. Megszépült a lőkösházi templom. Lapszemle következik. Kézzel festett karzatlemezek díszítik a lőkösházi templomot. Helyükre kerültek a Békés megyei Népművészeti Egyesület bútorfestői által készített karzatlemezek, írta a Beol. Áment Éva bútorfestő vezetése mellett 2019-ben kezdődött a munka. Felavatták a csíkszeredai Csángó kollégiumot. Otthont és közösségi házat avattak Csángó diákok számára Csíkszeredában, közölte a Magyar Kurír. Az épület egyben művelődési központ is, amely a moldvai Csángó magyarság kultúráját népszerűsíti. Halálos baleset Gádoroson. Egy szemétszállító teherautó tolatás közben elütött egy munkást. A férfi a helyszínen életét vesztette. Az Orosz Café azt írta, a férfi munkavégzés közben a szemétszállító teherautó lépcsőjén megcsúszhatott és a jármű alá esett, ami éppen tolatott. Galagonya pirosító túra Bélmegyeren. A szép napsütéses időben 52-en indultak útnak gyalogosan Bélmegyerről a Fáspuszta védett területei felé, írta a kmnp.hu. A résztvevők a pusztában a lágyszárú sziki kocsort, a réti őszi rózsa, az aranyfürt, valamint a magyar sóvilágok utolsó, még nyíló példányaiban is gyönyörködhettek. Lassan melegszik az idő a következő napokban. A hétvégén már nem várható hajnali fagy, ellenben sok lesz a napsütés. Szerdán több lehet a felhő, de jelentős csapadék nem várható. A hőmérséklet -1 és 15 fok között alakul. Csütörtökön még hideg lesz a reggel, de később gyakran kisüt a nap. A hőmérséklet 1 és 16 fok között alakul majd. Lássuk még egyszer mai híreinket. Eltűnhet a kőr is a városokból. A megváltozó zöld felületekről tanácskoztak a gyulai konferencián. Emelkedik a vírus koncentráció.
Békés Csabán az országosnál egyenlőre kedvezőbb a helyzet. Tehetségbarát tanítás a Baiban. Megerősítenék a természettudományos képzést a gyulavári iskolában. Minden szenteki mécses gyújtás. A gyulai Szentháromság temető is csatlakozott az országos eseményhez. A Gyula TV híradóját látták. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevízió.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket!